Egy szívből jövő őszinte testvéri szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, testvérnőket, jó akaratú embertársainkat, vendégeinket és drága gyerekeinket is. A program, amint bejön volt jelentve a mai napra, Erősen álljatok a címe, és ugyanebből az irodalomból készült, ami 1930. november 15-én volt kiadva annak idején. A mindenható Isten, a világmindenség legfelsőbb uralkodója, Eva Istenünk kezdettől fogva tudta a véget, és mielőtt meglennének ezek a dolgok, tudatja velünk. Ézsaiás 42:9, Ézsaiás 46:10 és Ámos 3 rész 7 verse szerint. A mindenható Isten ellenben figyelmezteti jó előre az ő népét, hogy a vég ideje kritikus lesz, és erősítsék meg magukat a hívek, hogy tudjanak megmaradni Isten szeretetében, ahogy mondja a Júdás levelében a 21. vers. Lényegében a tanulmány segít bennünket megértetni, hogy hogy tudunk kitartani Isten szeretetében, viszont azok a személyek, akik elesnek rendre a szervezettől az évek folyamán, hűtlenségük miatt, hogyan fognak eljárni. Részünkre tehát fel vannak jegyezve a ma szabályok, amelyeket követnünk kell, és követelmények is vannak közölve, és réánk bízza a mindenható Isten, hogy mit cselekszünk, és végső soron úgy is, a mi Úrunk Jézus Krisztus fog szabad akaratunk szerint ítélkezni fölöttünk, és mindannyiunk fölött. 2 Korintus 5 rész 10 verse szerint. Egyesek az üdvösség részesei lesznek, mert a szellem által megszentelődnek, és amellett kitartanak mindvégig hitáltal. Mások mivel? Az igazság szeretetét nem sajátították el, egy téveégés által szakítatnak el Isten szervezetéből, és ezek részére, sajnáltak el mondjuk, az ítélet van fenntartva. A figyelmeztetés úgy a maradékot, mint a nagy sokaságot arra képesíti, hogy az ellenség támadásai között jobban ki tudjanak tartani, és a próbára minél jobban fel legyünk készülve mindannyian. Az Isten országáról szóló evangéliumot mind a két osztály a nehéz támadások ellenére kell hirdesse. Ez a támadás természetesen a munka befejezéséig fog tartani, és addig mind hevesebb lesz. 1875-től Jézus Krisztus az útegyengetéshez hozzáfogott, és ez a munka 1914 körül fejeződött be, amikor Isten az egyetlen fiát a trónjára emelte, és elkezdte a harmadik ég a mennyben a tevékenységét a föld fölött. A helyreállítás által meglettek értve rendre az alapigazságok, tehát sem a papság, sem a protestáns felekezetek nem tartozhatnak az elszakadó osztályhoz, mivel náluk úgy a vallásos szervezetek egyikében sem voltak az alapigazságok helyreállítva és megértve. Az első Timóteus 4 rész 1-3-ban, és 2 teszünk a 2 rész 1-3-ban, a Biblia versek segítenek nekünk megérteni, hogy egy hittől való elszakadás kell történjen, mielőtt eljönne Jézus a templomához. Tehát 18-ban jön el Jézus Krisztus a templomához, és 1917-ben már elkezdődik a hittől való szakadás, és ez tart egészen Armagedonig. Egyes fordítások még hívebben adják vissza, míg be nem következik előbb a lázadás. Következőleg tehát ez Isten és az ő szervezete elleni lázadásra mutat azok részéről, akik elszakadnak a hittől. És amint látjuk, így is van. Azt mondja a tanulmányunk, hogy itten egy halálról való bűnről van szó, 1. János 5:16 szerint. És most a következőkben a tanulmány részletezi, hogy mit jelent a Szent Szellem elleni vétés. A Szent Szellem elleni vétés kezdetben még nem látszik, de aztán rendre kiderül. Lásd Máté 12:31-32, 1. Timóteus 5:24-25 szerint. A tanulmány mondja, hogy ez vezető egyének iránt való tisztelet bűne, Jakab 2:9 szerint. Ez Szamária bűnét jelenti, Ámos 8:14 szerint, mikor valaki teremtményeket imád és azoknak hódol, vagy más szavakkal, mikor valaki teremtményeknek jobban hisz, mint Isten írott igéjének.
Ezt megérteti velünk a Jehova című könyv 1934-re kiadva, 181-es oldalon. De Pál apostol mire figyelmeztet bennünket? A Galata 1.7.8-ban. De szinte mi? Hogyha mennyből jön alá angyal, s ha mást hirdet, ne fogadjátok, hanem legyen átok. Akik ezt a bűnt elkövetik, meg akarják tiltani Isten országának hirdetését a nemzetek között. Első teszünk a 2.16 szerint. Akik azt akarják, mondja az írás, hogy ne hirdessük az evangéliumot a pogányoknak, de az ilyeneket utoléri Isten haragja. És amint tudjuk, a Jehova című könyvben magyarázza, nagyon szépen, vagy az ő szövetségei című irodalomban, hogy azon tény, hogy az izraeliták elmentek az egyiptomiakhoz, és kölcsön kellett kérjék az arany és ezüst edényeket, mit példáz napjainkra? Hogy minden olyan eszközt, amelyel Babilon bír, azt mi kihasználhatjuk, és sőt, igénybe kell vegyük a királyság hirdetésére, Javisten nevének tisztázására és igazolására. De akik nem akarják ezeket kihasználni, azok tiltják ezen eszközök felhasználását. Az ilyenek fel voltak világosítva az írások által, azután pedig a maguk veszedelmére hajoltak el. Zsidók 10.39 verse szerint némelyeknek az a szokásuk, hogy elszakadnak a gyülekezetektől. Ezen személyek miatt Isten szervezete és munkája nem fog károsodni, hanem csak is azok fognak károsodni, akik elesnek. A hívek néhány év óta hasonlóképpen a törvénytelenség felburjánzását is látták, de csak most kezdik mind jobban megérteni és észlelni ezen dolgokat. Mert ahogy tudjuk a proficákat, akkor értsük meg, amikor beteljesülő félben vagy beteljesült. Akik 1917 óta rendre elszakadtak ettől a szervezettől, mindannyian Isten szervezete ellen lázadtak, az ilyenek ellenszegülőkké váltak, és küzdöttek a ma világterjedelmű bizonságtevő munka ellen, amely Jehováról szólt, és Sátán szervezete elleni hirdetésről szólott. Nem nyugodnak meg abban, hogy tétlenségben maradjanak, hanem a ma munka ellen nyilvánosan támadnak, és energikus módon. Az Öműve és cselekedete című irodalom 1938 májusában kiadva a 7. rész 4-6-os paragrafusokban nagyon szépen magyarázza, hogy a mindenható Isten már Jeremiás idejében megjövendőlt a Biblia által, hogy a város ellen, amely az én nevemről neveztetik, az ellen veszedelmet indítok, ti pedig egészen megmenekültök-e? Nem menekeztek meg, mert fegyvert hozok-e fölnek minden lakosára, azt mondja a seregeknek ura. És a tanulmány nagyon szépen megmagyarázza, hogy mit jelent ez? Melyik az a város, amelyik Jehova nevéről van nevezve? És mondja a tanulmány, hogy azok, akik Jehova Isten nevében végig hitet fognak gyakorolni, és azok, akik Isten és Krisztus nevében vallást fognak gyakorolni, éles ellentét lesz. Ezért van az, hogy élesen és energikus módon támadnak bennünket, úgy a Judás osztály, mint azok, akik rendre leszakadtak ettől a csodálatos szervezettől. Sokan ellenben azt fogják hinni, hogy ezen utánzatok a királyságot alkotják, lásd Bűnembere című irodalom 32 és 33-as paragrafusban. A Küzdés jutalma című irodalom 1930. december 15-én kivadva mondja, hogy a hűtlenek is buzgóan bejárhatnak egy országot, csak nincs Istentől elismerve. Zakariás 14 rész 2 verse szerint a november 30-ai napi lecke 29-es évkönyvből mondja, hogy kétségtelenül, tehát a város fele számkivetésbe megy, azt jelenti, hogy a nagyobb rész elesik a próbák által. Pál idejében is, de most is hasonló állapotok léptek föl, mondja Pál, sok az ellenség. 1 Korintus 16:9 szerint. A Róma 10 rész 2 verse szerint ezeknek van buzgosságuk, de nincsen értelmük. Az ilyen ellenkezők Jézus közt is fölé magasztalják magukat, és az isteni parancsoknak nem tesznek eleget. Sem azon gyalázásokat, amelyek Jézust érték, nem viselik el. Ezen személyek fellázadnak a felsőbb hatalmak ellen, és újabban némelyek a nagysokaság tagjai közül is igazságtalan módon e tisztségre tolják fel magukat némelyek. A bűnemberét képezők, ha bár az Úrnak nem engedelmeskednek,
Viselkedésükért állandóan mentséget fognak keresni, érdemeket tulajdítanak maguknak, és a jellemfejlesztés által a maguk szépítésére fognak törekedni, nem pedig Jehova nevének, királyságának hirdetésére és tisztázására. Ezek a teremtmények személyek tiszteletével és csodálatával foglalkoznak. 1. Korintus 4.6 szerint mondja az írás, hogy egymás ellen ne fuvalkodjunk fel, és felettébb ne bölcselkedjünk, mint ahogy írva van. A Zsoltár 50 rész 20 verse szerint anyát, fiát leülsz és szidalmazodé. Együtt tanultunk egy asztalnál, és utána ugyanazt a testvért, aki ugyanazt a táplálékot tanulta, szidalmazzák, rágalmazzák. Ez nem helyes dolog. Rossz akaratulak fognak tehát beszélni Isten szövetséges gyermekeiről, akik elesnek. Isten törvényének bíróivá, igazítóivá tolják fel magukat. És így Istennel, és mindazzal, ami Istennek neveztetik, szembe helyezik magukat. De csak a gonosz szolga cselekedhetik így. Önmagukat fogják az ilyenek istenítani. A Döntő Próba című irodalom 1932-ben kiadva mondja, hogy amikor a mindenható Isten Armagedonba ájt fog parancsolni a démonoknak, akkor azok, akik álomba merültek, rá fognak ébredni arra, hogy nem az álom világába éltek, és ráébrednek arra is, hogy nem juthatnak be az Isten országába, és akkor ráébrednek arra, hogy az öncsalás áldozatává váltak. E munka és szolgálat támadása Isten támadását képezi, csak Jehova Istennek, mivel ő láthatatlan szellemi lény, nem tudnak ártani, és leginkább a testvériségnek akarnak ártani. Isten ezokból iratta meg, hogy ne bántsátok az én felkentjeimet, és profitáimnak ne ártsatok. Zsoltár 105 rész 15 verse szerint. Az ilyen gonosztevők emberi rendelésekkel fognak előállni, amelyek az igazságtól eltérnek. Pedig, azt mondta Jézus, Máté 15 rész 9 versébe, hiába tisztelnek engemet, hogyha emberi rendeléseket tanítanak. Titus 1 rész 16 verse szerint minden tiszta a tisztáknak, de a tisztátalanoknak semmi sem tiszta. Egy idő után az ilyenek nem félnek Isten igének ellenére határozatokat hozni, és ezért vétenek a teokratikus rend ellen, törvényszegőkké válnak, az írás értelmezései terén tudatosan fognak tévedni, és két vagy három intés után makacsok, önfejűek és mérgesek maradnak, s ha hamar nem változnak meg, végül elbuknak. Az ilyeneknek, mondja a tanulmány, és nem csak ez, hanem más irodalmak is mondják, hogy nem szabad megengedni, hogy a józan eszű testvériség fölött uralkodjanak. Miután Sátán az égből ki lett vetve, és a Szentlélek működése által sem ő, sem a hűtlenek már nincsenek akadályozva. Sátán miképpen Judás esetében is direkt megszállja a törvényszegőket. A törvénytaposok nem fognak rendelkezni a szeretet, erő, a józan ész ama szellemével, amely Istentől származik. 2 Timóteus 1, 17 és 18 szerint, akik józan ész, erő és szeretet szellemével rendelkeznek, azok arra fognak törekedni, hogy egymást építsék, és egymásnak örömöt szerezzenek, ja Isten dicsőségére és tiszteletére, és ahogy a testvéreink nagyon sokszor elmondták, egyik sem fontos közülünk, egyik sem nagyobb közülünk. Azok, akik elszakadnak, a ma osztály tagjait képezik, akik zavarokat igyekeznek támasztani Isten hű tanúi között, és ebben Sátán módszerei szerint fognak eljárni. Ezek nem szolgálnak Jézus Krisztusnak, hanem a tulajdonhasuknak, érdekeiknek, és mézes mázas szavakkal igyekszenek a jámborok szívét elámítani. Róma 16, 17-18 szerint. Az Úr az apostol által inti az ő tanúit, hogy ezek társaságát és a velük való érintkezés kerüljék azért, mivel ezek halálos ellenségek. Miképpen Sátán is, és ők is ördögi ravassággal, csalással, hazugsággal, diplomáciával dolgoznak, ami, ahogyan tudjuk, egyik sem őszinte és becsületes dolog. Akik engedték, hogy Sátán által el legyenek ámítva, ezután maguk is az ámítás eszközeivé lesznek és válnak.
Ezek az igazságból táplálkoznak egy ideig, azt azonban önző óhajjal tették, mivel valamilyen egyéni kiváltságra törekedtek. Mi természetesen egymást nem ítélhetjük meg, de a mindenható Isten az indító okainkat nagyon jól ismeri, és Jézus Krisztus által ő fogja tökéletes módon felhozni, nyilvánra hozni mindenkinek az indító okát, hogy milyen indokból szolgál, önzetlene vagy önző az indoka. Pusztán az igazság ismerete tehát nem elegendő ahhoz, hogy az valakit megmentse. Ehhez az igazság iránt való örömteljes engedelmességre van állandóan szükség. Aki az igazságot önző érdekekből fogadja el, és azt nem hirdeti, kiteszi magát fokozatosan az ellenség törének, és egy idő után elesik. Az ilyenek mások elámítására fognak törekedni állandóan. Galata 4 rész 17 verse szerint biztos ismeritek, hogy az ilyenek azt akarják, hogy irántuk buzgolkodjatok, de nem Jehova ügye iránt. Némelyek, akik az Úr munkáját, amelyet a társulat végez, rágalmazzák, és testvéreiket minden ok nélkül vádolják, és azokat, akikkel közösen összegyűlnek, elpusztítani törekszenek. Az ilyenek szívében keserűség található, irigykedés, és nem tudnak a testvéreiknek megbocsátani, mert nem csak egyszer-kétszer, hanem ha kell, 77-szer is meg kell bocsájtani testvéreinknek, mondta Jézus. És a Lukács 17 rész 5 versében, amikor ezt mondta Jézus, azt mondták az apostolok, Uram, növeljed a mi hitünket. Ezek biztosan, hogy az igazság szeretetét nem sajátították el, máskülönben nem követnék ezt az utat. Isten szelleme, amint tudjuk, egy olyan gyümölcsöt terem, amit a szeretet néven ismerünk. A lélek gyümölcse az isteni szeretet. Galata 5, 22 szerint. A jó és őszinte szívbe fogadott igazság önzetlenséget fog kifejleszteni, és ez a szeretet kitartással párosuló állandó módon gyümölcsöt is fog teremni. Lukács 8, 15 szerint. Ha valaki nem jó és becsületes szívű, tudnilik indítókai nem jók és tisztességesek, annál az igazság nem teremheti a lélek gyümölcsét, tudnilik a szeretetet. Az ilyen tehát az igazság szeretetét nem sajátította el, akik az igazság teljes hirdetése ellen szegülnek, nem rendelkeznek az igazság szeretetével, mert az igazság nagyon is megpróbál minket. Némelyek testileg, mondja a tanulmány, nem képesek arra, hogy a szolgálatban részt vegyenek. Ilyen esetekben az Úr erre tekintettel van, és aszerint fog ítélkezni. Jusson eszetekbe azon pionér testvérünk tapasztalata, aki az ágyba fekszik, és 17 órát ír másoknak, és így sem engedi meg a lelkiismeretének, hogy lankadjon a bizonságtevő munkával. Évek múltán egy körlevélben olvastam ezt. Vannak azonban olyanok is, akik tétlenek, akik a munkában részt vehetnének, és a királyság gyümölcseit másokhoz vihetnék, ha tényleg akarnák, ha őszintén akarnák ezt. Akik Isten szeretik, parancsait is meg akarják tartani. Mi kilátásuk lehet azoknak, akik az igazság szeretetét nem fogadták el, és az igazság ismeretét azonban önzően vagy közömbösen akarják megtartani. Nem oly helyzetbe kerülnek-e egy idő után, hogy a gonosz bűne által elámítatnak és elszakadnak, mert fellázadtak Isten elrendezésével szembe? Ha a dolog így áll, ezért kellett az évek folyamán szétválásra is számítanunk, hogy ezáltal a próbák állottak kinyilvánuljanak. 1. Korintus 11, 18, 19 szerint. Akik az igazságot önzésbe bírják, és tovább is így tesznek, meg lesznek rázkódtatva. Hogy csak azok fognak megmaradni, akiket nem lehet megrázkódtatni. Zsidók 12, 27 szerint. Ma vannak több olyan csoportok, amelyek azt vallják, hogy az igazságban vannak, de a tanok tekintetében egymással nem egyeznek, és máskülönben sem tartanak együtt. Ezek csak egy dologba tartanak össze, tudnilik a társulat és a királyság elleni munkába. Szavaik az ilyeneknek és tanácsaik nem csupán egészségtelenek, hanem tévesztő hatásúak,
ámító és félrevezető hatást fognak kifejteni. Senki se engedje meg, hogy ezek által elámítassék. Aki az igazság szeretetével rendelkezik, és örömmel dicsérő Jehova Isten szent nevét, egy sem lesz elámítva. Csak a gyengék és ingadozók lesznek elámítva, a hívek azonban, akik végig kitartanak, nem lesznek elámítva, és nem fognak elesni, mert Isten azt mondta, hogy az ilyenek sohasem fognak megütközni. Azon oktatás, amelyben Isten népe az ő igéje által részesült, megbízható és teljes. 19. Zsoltár 8 verse szerint Isten igéje tökéletes. Ragaszkodjatok ahhoz, és rendíthetetlenül tartsatok ki az Úr mellett. Álljatok ellen a gonosz ördögnek, és elfut tőletek. Jakab 4, 7 szerint. A gonosznak való ellenállás legjobb útját, a szolgálatba való örömteljes és kitartó szolgálat képezi, Jehova dicséretének zengése, hogy a mi igazságunkat és tisztaságunkat előtte eképpen megérizzük, és Isten szeretetében őszintén és kitartóan megmaradjunk. Köszöntöm a kedves testvéreimet egy nagyon szép verssel, 2 Sámuel 10 rész 12 verse. Légy erős, és legyünk bátrak a mi nemzetségünkért, és a mi Istenünknek városaiért, és az Úr cselekedjék úgy, amint neki tetszik. Köszönöm Istenünk jóságát ezen szavakért, és köszönöm a hallgatók figyelmét is.